Sajnos napjainkban Magyarországon tombol az etnikai terrorizmus. Ennek kapcsán vagyunk most itt Tiszaeszláron, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival, akik elkísértek most erre a forgatásra bennünket. Egy idős férfi keresett meg bennünket, segítségkérés gyanánt, Toroszkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét, és bennünket a Magyar Önvédelmi Mozgalom kapcsolati rendszerén keresztül. És most itt vagyunk Tiszaeszláron, hogy utána járjunk ennek az esetnek, ami sajnos egy olyan brutális, kegyetlen támadással ért véget, aminek az idős férfi egy 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, orrcsontja tört el, és több zúzódást is szenvedett a koponyáján, az arcán. Most el fogunk indulni a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival, az idős férfi, az, aki már vár bennünket, és el fogja mondani, illetve a szomszédai is, hogy mi történik itt Tiszaeszláron napjainkban, miért kell félelembe és rettegésbe élni a magyar honfitársainknak. Hát szép, rendezett porta ház, gondolom szeretnél itt normális, nyugodt körülmények között élni, ezt mennyire látod most jelenleg így biztosítottnak, hogy érzed itt magad? Eddig, amíg ide nem jöttek ezek a kötekedő emberek, addig minden szép és jó volt itt. Mikor költöztek ide? Hát úgy a nyár környékén. És azóta minden tönkrement. Tehát nem a közvetlen szomszédban, hanem úgy látom, hogy van egy üres porta, és a mellette levő portára költöztek be. Látjuk, hogy most is élik az életüket, zajlik az élet, jönnek, mennek. Igen, mióta ez megtörtént, azóta állandóan több kocsival jönnek, mennek, tele vannak. Tehát amióta téged, Mihály bátyám, ugye megtámadtak az utcán, azóta felerősödött ez a jelenlét, ez a mozgolódás itt? Azóta nagyon felerősödött, több kocsival jönnek, mennek. Tegnap is itt, tegnap megfordultak itt a kapum előtt, kocsival jönnek, mennek, itt forgolódtak, tehát félemlítik az embert. És ezt egy konkrét megfélemlítésként éled akkor, igen, ezt a mozgolódást. És mi lehet ennek a célja egyébként szerinted, hogy így veled szemben így viselkednek? Hát velem szemben azt akarták, meg mondták is, hogy az a céljuk, hogy én innen elkotródjak. Tehát kell nekik ez az ingatlan? Ez az ingatlan kellene, mert gondolom a többi a bandatagok jönnének. Többi pereputy is. Pereputy. Nagy boldogan jönne ide, de hát ezek után szerintem mi ezt nem fogjuk megengedni. Azért vagyunk itt a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival, hogy segítsünk neked ebbe a nehéz helyzetedbe. A nyáron megyek ki, és akkor itthon volt a lányom is, két kocsival itt álltunk benn. Megyek ki, és a kocsik tetején 1 cm-es hamu volt. Na, azt hittem, hogy a mögöttem levő ház üresen állt, mondom, kigyúlt vagy valami. Meg szétnéztem, és akkor vettem észre, hogy ők égetnek. Pedig tűzültási tilalom volt nyáron, és akkor ők égették az egészet. A szemetet, ami ott felgyűlemlett nekik? Az egész udvaron égettek, és onnan jött a hamu. Átmentem, szóltam nekik, hogy hát ezt fejezzék be, meg minden, és akkor mondták, hogy jó. Visszajöttem, és a lányom benn volt a szobába, be volt zárva neki az ajtó, és akkor egy jó óra múlva, vagy kettő múlva jön ki a lányom, és akkor mondja, mi ez a füstszag, apa, odaégettél valamit? Hát nyitva volt a fürdőszoba ablak, és akkor ott jött befelé a füst. Szétnéztünk, hát még ugyanúgy égettek. Akkor a lányom erre beszólt a rendőrségnek, és a rendőrök viszont nem jöttek ki. Majd estére jött egy tűzoltó kocsi, azt küldték ki, az megállt itt előttünk, átmentek oda, vagy két ember beszélgetni velük, és akkor ott röhögcséltek meg minden. Jött a roma manus, jött, és akkor itt megfordult előttünk, keresztbe állt így az úton, és akkor fényszórót felkapcsolt, gyertek ki, kutyák, agyonverlek benneteket, meg ilyen sértő kifejezéseket tett a magyarokra. De még közben olyan is volt, hogy ide kakáltak az én kapum elé, a lány meg az anyja, mentek itt, és akkor kiabálták, hogy
a lány mondta a biciklivel, mikor ment, hogy jön apám, majd ad nektek, rátok gyújtja a házat, megöl benneteket, meg ilyen szöveg volt. Akkor végül is be is vált a fenyegetés, mert akkor valójában ennek a nőnek az apja az, aki megtámadott. A kisboltba bementem, megvettem az ásványvizet, kihoztam, letettem a lépcsőhöz, és akkor jöttem a lépcsőn le, két kezemben két táskával, és akkor az apja jött, de nem tudtam még akkor, hogy ki az. Később tudtam meg a rendőröktől, hogy Lakatos Andrásnak hívják. Jött oda, és akkor mit kiabálok én a lányának, meg minden. Mondtam, én semmit nem kiabáltam. És közelebb lépett, és akkor már ütött is. Csapatos túl voltak akkor ott ezek persze, a támadók? Ott voltak. Csoportosan. Egy csomó nő volt ott, mind az familiából, és akkor meg annak a felesége is ott volt, és akkor elküldték onnan. Hát akkor ment először az uszítás, ugye mondták, hogy akkor te vagy az, aki hát, ugye itt szóvá merte tenni ezeket a dolgokat. Tudd meg, hogy ez az én utcám, el fogsz innen takarodni, meg minden. Én megvettem ezt az utcát, próbálj itt meg, ne lássalak meg, ilyen szövegeket mondott. És akkor, hát erre nem tudtam mit csinálni. Szóltam az egyik néninek, mert jött, adott ilyen zsebkendőt, mindent, hogy szóljon már be, hogy hívják ki a rendőrséget, meg a mentőt. Azóta a szomszédom beszélt velük, és akkor mondták, hogy hát én már benkötözködtem, meg minden, és akkor azért lett ez, de közben nem úgy van, mert hát kamerák vannak. Bevittek a kórházba, ott csináltak egy MR-t, hogy más sérülésem nincsen, de megállapították, hogy az orrom el van törve, ilyen szilánkos törés van. Hát azért az elég komoly. És akkor hát ott rendbe szedtek, és akkor a rendőrségtől, Tiszavasváriból jöttek, értem. Csak a büntető elindult, a támadót kihallgatták, Vélhetőleg. És szabad lábon van azóta is. Igen, és azóta is itt randalíroznak. Tehát ez nem jelentett visszatartó erőt nekik, hogy egy rendőrségi eljárás elindult ellenük, hanem akkor még inkább rá kontráznak és még jobban fenyegetőznek. Tehát komolyan gondolják, valószínűleg el akarják innen üldözni az utcabeli normális lakosokat. De akkor, ahogy említetted, itt más is tett feljelentés, nem csak te ebbe az utcába. Úgy, ami itt történt szomszédunkkal, az azért megrázó egy kicsit. A fényes nap ugye megtámadták a K plusz K boltnál, és ráadásul tudták a cigányok ugyebár, hogy kamerával figyel terület. És ezt őket mondom, valami is érdekelt az egész. De ennek sincs visszatartó ereje a kamerának. Ez őket nem tartotta vissza. Azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, persze, nem? Persze, így van. Innen is ment tőlünk feljelentés, engem aztán is elutasítottak a feljelentésbe, és olyan rendőrség jött ki Tiszavasváritól, hogy ide jöttek éjszakába, felhívtunk őket, kiírtunk a 112-t, jöjjenek ki. És mi történt? Azt még beszéljük már, mi történt, amikor feljelentést tettél? Feljelentést megtettem ellenük, és küldtek egy olyan paki. De mivel kapcsolatban tetted? Tehát mi történt, ha miért feljelentést tettél? Tehát zaklattak? A zaklatás miatt így van, jött a cigáncsávó, a kocsijával, egy golf, valami ilyesmi autójával van. Ugye bejött onnan, teljes innentől dudált, hogy gyertek kutyák, ilyenek, meg ilyen szavakat használt. Ugye azonnal hívtunk a 112-t, és ugye ki is jöttek a rendőrök, és azt mondták a rendőrök, hogy most mit csináljunk, menjünk oda. Hát szó szerint ilyen mondatokat alkalmaztak a rendőrök. Tehát tanácstalanok voltak, hogy kezeljenek le egy ilyen így helyzetet, van, hogy van, most így van, így ugye van. Történt egy életveszélyes fenyegetés, egy garázdaság, egy így zaklatás, van. És akkor nem tudják, hogy mit kell intézkedni ilyenkor. Így van. Mivel elkezdték a nyomozást, ugyebár nem volt semmiféle feljelentés téve ellenük, más feljelentés, de ugyebár volt feljelentés téve ellenük, mivel szemben a szomszéd. Hát a Misi bátyák is tett már feljelentést, tehát össze lehetett volna kapcsolni az ügyet, egy összevonni. Így van, csak az evét fogadták el, azért elutasították. És akkor aztán ez a vége ennek a következetlen hozzáállásnak. Gyakorlatilag ugye egy fizikai erőszakba torkolt, egy súlyos testi sértésbe ez a folyamat, ami itt zajlik. A Misi bátyánk is azt írta az e-mailben, amiben megkeresett engem, hogy senkiben nem bízik már, se a rendőrségbe, se a hivatalos szervekbe, se az önkormányzatba, egyedül csak a Torockai Lászlóba bízik, meg a Magyar Önvédelmi Mozgalomba bízik. Mi is ebbe bízunk,
Mert amit senkibe se lehet megbízni, se rendőrökbe, se jogi útokon. Tehát azóta sem jött egy járőr autó sem erre, hogy... Még véletlenül se jött egy rendőr se erre. Pedig azért most indokolt lenne. Hát igen, indokolt lenne, hogy azért gyakrabban itt szétnézzenek, meg legalább járőrözzenek. Ezek miatt van az összes minden, ami megtörtént. És hogy látod itt a jövődet egyébként, így a továbbiakban, az élhetőség szempontjából? Nem tudom, hát ez majd elválik a későbbiek folyamán, hogy lesz, mint lesz. Bízol benne, hogy azért ez megoldódik, a rendőrség megoldja. Jaj, a rendőrségben már nem bízok. Hát pedig ez lenne az elsődleges feladatuk, a közrend védelme és a rend fenntartása. Ne kelljen a normális állampolgárnak félelembe és rettegésbe élni az otthonukba. Ez mindenkinek járna, hogy hazamegy, akkor nyugodtan és biztonságosan éljen. Ehelyett ez van, hogy rettegni kell a saját otthonába folyamatos zaklatásoktól, terrorizálásoktól. Azért ez borzasztó. Hát sajnos mióta ezek idejöttek, ez van. Mert ők csak kinevetik a rendőröket is, meg minden, azt mondták, hogy nem érdekes, hogy börtönbe mennek, meg minden. Nem riassza vissza őket a börtön. Hát sok mindent mondanak egyébként, de valóban a jelenlegi börtönviszonyok ugye nem jelentik azt a visszatartó erőt, amit ugye jogosan elvárnának a normálisan élő magyar emberek, sajnos. Sajnos nem, a gyerekeket is már úgy nevelik, hogy akkor vagy rendes látsz, ha börtönt megjártod, börtönviselt leszel. Ezért lenne jó, mi a Mi Hazánk programjában is benne van, ugye a szibériai bérraptartás, mert ugye ott azért annyira nem kívánkoznának egy ilyen helyre, nem lenne akkor a nagy öröm meg dicsőség nekik. Hát igen, ha ilyen helyről visszajönnének, meggondolnák kétszer is, hogy mit csinálják. A visszatartó erő az kellene sajnos. De itt, ha bemennek, akkor mindenük megvan. TV, telefon, ami csak létezik, mindent megkapnak benne, és ettől nem férnek bemenni. És akkor elindulunk ide a problémás családnak a házához, megpróbáljuk őket meginterjúvolni, hogy tulajdonképpen mit is szeretnének itt elérni, milyen ennek a terrorizálásnak itt az oka, a célja, hát ha szóra tudjuk őket bírni. Jó napot kívánok! Szeretnék önökkel beszélni. Természetesen vissza fogunk még térni Tiszaesznára, hiszen nem fogjuk magára hagyni a településen élő, normális, biztonságos életre vágyó helyi lakosokat. Többen fogunk visszajönni, hogyha kell, és igenis rá fogjuk kényszeríteni arra, a rendvédelmi szerveket, az önkormányzatot, a jegyzőt, a hivatalos szerveket, hogy igenis foglalkozzanak a település normális lakosainak a problémáival. Tiszaeszlár ne a bűnözők otthona legyen, hanem a normális, tisztességes, adófizető állampolgároknak a békés és normális lakó környezete, ami ezelőtt is volt, mielőtt ide költözött ez a problémás család, a problémás cigány család a településre.